A képen látható meghívó szólt 30 évvel ezelőtt, 1985. február 20-ára a szombathelyi képtár megnyitójára. Széles társadalmi összefogással, magánszemélyek és kisebb szervezetek támogatásával épült fel az ország első, kifejezetten kortárs alkotások bemutatására létrehozott művészeti múzeuma. A három évtizedes jubileumra két kiállítással készül az intézmény. A 30 évet egy-egy tablón, tehát 30 tablón bemutatjuk, tablónként 12-15 kép van megjelenítve. Ezek gyakorlatilag az archívumunkból kikerülő fotók, amelyeken a látogatók vannak. A másik kiállítás pedig két teremben, 1100 négyzetméteren a Magyar Goblen 100 évét mutatja be Ferenci Noémitől napjainkig. A képtár építésére kiírt pályázat iránt óriási volt az érdeklődés. Az 56 pályaműközül közül Mátis Lajos Ibüldias tervezőnek ítélte az első díjat a zsűri. Az épületben a kiállító terek mellett előadóterem, gyermekfoglalkoztató, klub, könyvtár, korszerű raktár és restaurátor műhely is helyet kapott. Időközben a képtár több 20. századi művész hagyatékával és egy 2500 darabos textil kollekcióval gyarapodott. Az elmúlt 30 évben több mint 500 kiállításnak adott otthont. A szervezők célja a kezdetektől ugyanaz. Egyrészt, hogy vasmegyei művészeknek adjunk helyet és bemutatkozási lehetőséget, másrészt hazai csoportoknak, művészeti egyesületeknek, továbbá a nemzetközi kapcsolatokat is építve és, és kihasználva ezeket a kapcsolatokat a külföldi művészeti. Tendenciákat, csoportosulásokat, illetve egyéni teljesítményeket is bemutatunk. A Magyar Goblenz 100 éve Ferenc Noémitől napjainkig című tárlat, április 19-éig látogatható. A kiállítás katalógusát előtte egy nappal mutatják be.